és van egy hangszerelő, aki ezt feldolgozza és átírja arra a hangszer összeállításra, ahogy ezt a színpadon tetszenek látni. Tehát erre a esetünkben erre a 7 hangszerre. Most ezeket a hangszereléseket, ezeket az átdolgozásokat, ezeket Nagy Iván, nem az ifjabb Nagy Iván, hanem a idősebb Nagy Iván írja nagyjából 50 éve. Ez egy picit most összezavartam önöket ezzel az ifjabb idősebbel, mert olyan volt, mintha a zongorista Nagy Iván a Hasonlásnak a fia lenne, abszolút csak névrokonságról van szó. Úgyhogy a hangszereléseket Nagy Iván készíti több mint 50 éve, és mivel ő készíti a hangszereléseket, ő ismeri a legjobban ezt a muzsikát, ezért igazából a műsort is ő szokta összeállítani, és ennek vannak bizonyos trükkjei, vannak bizonyos szabályai, amik így évtizedek alatt kialakultak. Ilyen például az, hogy a harmadik szám után ő eltűnik a színpadról. Egyáltalán nem véletlen. Nagyjából arról van szó, hogy a harmadik szám után az első sorban álló három muzsikus, tehát a fúvós hangszere játszó, annyira ki tudunk száradni néhány dal alatt, hogy egyszerre muszáj elmennünk hátra és hát liter számra vedelni az ásványvizet. Ne tessenek gondolni semmi másra. Autót vezetünk. Mondjuk nem ma, ez is igaz. Szóval ilyenkor a terepet átadjuk a hátsó sornak, akiket mi ritmus szekciónak nevezünk. Hát Benkó Sanyi annak idején MB2-nek hívta őket. Szerintem ezzel túl dicsérte, úgyhogy mondjuk a ritmus szekció nem. Szóval természetesen egyenrangú muzsikus kollégákról van szó. Úgyhogy ilyenkor, amikor mi elvonulunk egy picit ásványvizezni, ez egy remek alkalom arra, hogy ők a második sorból egy picit előre jöjjenek, és önök egy picit közelebbről, és jobban lássák őket, hogy mi mindent tudnak ők, és mire képesek a hangszerükön. Úgyhogy most Nagy Kettő Iván fog egy szóló számot eljátszani, ebben természetesen lesznek partnerei, a Nagybőgőn, Csikos Miklós, illetve Kovács Evics Gábor a doboknál. Ezt az összeállítást így már egy jazz triónak hívhatjuk, zongora, bőgő, és most kérdőn hátra nézek ki, mert mi lesz a dal. A dalnak a címe I Can Believe. Következik a Benkó Trió. Thank you.
Yeah.